Az egészséges testi-lelki fejlődés minden korszakban fontos a gyerekeknél. Erre fókuszál nem csak a mindennapokban, de a kiemelt programokon is a Szederinda Aprók Háza, ahol legutóbb múlt héten vártak minden babát és mamát egy közös játékra, tornára. Ez a Szederindának egy csodálatos gyermeknapja, amit érdeklődő családoknak szerveztünk nyílt nap keretén belül, és a mi kis bölcsiseinknek a kis játszó csoportjába invitáltuk a szülőket és a gyerekeket egy közös játékra. Itt a bölcsiben vendégünk Eli kutya és a Csodabagár fejlesztőháznak egy csodálatos kutyás fejlesztő kutyás terapeutája, és egy bölcsistorna keretén belül játszunk közösen a gyerekekkel és a szüleikkel. Ezen az ismerkedő napon van mód arra, hogy megismerjenek minket, a programunk, kik vagyunk, és mivel foglalkozunk, illetve mivel teljesen ingyenessé tettük ezt a napot, ezért tulajdonképpen ez egy közös élmény, ez egy közös örömnap. Ezen a napon nagyon-nagyon sok csodálatos eszközünket és nagyon az újonnan készült kertünket tudjuk bemutatni a szülőknek, illetve a családi bölcsödének a kis programját. Nálunk minden nap van valami kis játékba ötvözött, játékba fonódó, fejlesztő, vagy egész, én azt szoktam mondani, hogy preventív, az egészséges fejlődés támogató játék és foglalkozás. Mi most azzal készültünk, hogy kimondottan szenzomotoros játékokat kínálunk itt a szülőknek és a gyerekeknek, hogy be tudjanak egy picit kapcsolni abba, hogy milyen nálunk egy szenzomotoros torna, hogy milyen nálunk a hangulat, hogy milyen dalokat, énekeket énekelünk, minden nap csinálunk valamit a gyerekekkel. Tulajdonképpen a bölcsi az 14. tanévét kezdi itt Budakalászon, a Holló utcában most már az 5. évünket kezdjük. Amikor én ezt megálmodtam, ezt a helyet, a Szederindát 13 évvel ezelőtt, én azt gondoltam, hogy egy olyan helyet szeretnék ide varázsolni a gyerekeknek, ahol a szülők is, és a gyerekek is egy csodavilágba csöppennek. Ennek része az, hogy aromaterápiás cseppekkel, illatokkal fogadjuk a családokat, helyben készült ételeink vannak, amiket kínálunk a gyerekeknek. Nagyon-nagyon családias az egész, nagyon kicsi létszámmal működünk, 15 fős a teljes bölcsödének a létszáma. Eli kutyus nem olyan régen csöppent az életünkbe, de körülbelül egy éve már van nálunk kutyaterápiája is hetente, ami tulajdonképpen a bölcsödés ellátásnak és a programnak a része. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom, azon kívül, hogy a gyerekek családias környezetben legyenek, hogy egy nagyon-nagyon színvonalas és professzionális ellátást kaphassanak tőlünk. Mi itt a gyerekekkel négyen, jövőre öten vagyunk a felnőttek és a gondozókkal, a kollégákkal, a szakemberekkel együtt. Közösen együttműködünk Erikával, Óvári Erikával, a Csodabogár fejlesztőháznak a tulajdonosával, mert nagyon-nagyon fontosnak találom, hogy a hozzánk kerülő picit fejlődésben lemaradt, vagy esetleg fejlődésben különböző fejlettségi szinten lévő gyerekeknek is tudjunk segíteni. Integrálunk sajátos nevelésű igényű gyermekeket is. Vannak nálunk szenzorosan érzékeny, szenzoros fejlesztésre szoruló gyerekek is. Ennek mivel ez elég nagy mértéket öltött manapság, illetve pontosan fogalmazva egyre több szenzorosan idegrendszeri fejlettségben lemaradó, esetleg érzékeny gyerek kerül hozzánk, ezért nagyon-nagyon fontosnak találjuk, hogy őket segíteni tudjuk. Ezért is készültünk ezekkel az eszközökkel, ezekkel a színekkel, és ezzel a programmal, illetve szeretnénk még integrálni a programunkba szeptembertől továbbra is TSMT terápiát, egyéni és más foglalkozást, illetve kis csoportos foglalkozást. Továbbiakban még zeneterápiát szeretnék majd a Szederindába, hangtálas, kis csoportos hangtálas foglalkozást, és egyébként meg még az elején a kérdésednek nekem nagyon fontos, hogy ide örömmel járjanak nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is, és nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy a munkatársaimmal is az, amit mi szeretnénk megálmodni, és amit mi havonta ide teszünk a gyerekeknek programot, az átjöjjön a személyiségből, a házból, a külsőségekből, ezért van az, hogy minden mindennel passzol, festményekben, belsőségben és hát viselkedésben, meg úgy nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ez egy ilyen egységes Szederinda rendszer legyen. Különleges vendégei is voltak a gyereknapi rendezvénynek, Elli kutya és gazdája Óvári Erika, akik néhány hónapja rendszeresen megfordulnak az intézményben. Ellivel körülbelül 3 hónapja járunk a Szederinda bölcsödébe, és nagyon sok gyermeknél már ennyi idő alatt is fejlődést vettünk észre, főleg a szorongóbb, félősebb gyerekeknél, akik eleinte nem mertek a
kutya felé közelíteni, és most már eljutottunk odáig, hogy a csoportból minden gyermek kontaktálni szeretne Ellivel, akár egy simogatás, akár egy jutalomfalat átadása által, és már mindegyik gyermek mer trükköt kérni Ellivel, tehát ez a testi kontaktus is megvalósult. Pacsi, vagy akár csak egy simogatás, vagy egy egyéb utasítást követően. Az adott fejlesztéseknek a megtámogatása állatasszisztált terápiával, hiszen a kutya motivációt jelent a gyermekeknek, illetve színesítjük ezáltal a heti foglalkozásaikat. Hogy szokták fogadni Ellit, amikor megérkezik heti egyszer hozzá ide a bölcsibe? Mindig boldogan, örömmel, és állítólag a hét egyik fénypontja, amikor Ellivel ide érkezünk. Nem csak a mozgás fejlesztésében tud segíteni Elli és gazdája, de az érzelmi, mentális fejlesztésben is jelentős szerepet kap a négylábú terapeuta, ahogy az intézmény terei is, a részletekben rejlő gondoskodás, a színek és aromaterápiás illatok. Az intézményben további programok várják a bölcsiseket a nyári időszakban is.